Köszönöm. Nem tudom, lehet, hogy egy icipicit halkítani kellene rajta, nem túl hangos? Nem hallják ebben. Jó, hát a Laci sok mindent elmondott, amiben sok igazság van. Tény is való, hogy vannak dolgok, amit másként látunk, de ez így jó szerintem. Én már régebben elmondtam, hogy vannak rövid távú terveink és hosszú távú terveink. Azt is elmondtam, és most is mondom, hogy a devizahitel nem maga a probléma. A problémának a végkövetkezménye a devizahitel. Tehát annak a problémának a végkövetkezménye, amit csak politikailag lehet hosszú távon megoldani. De ebbe nem kell belemenjünk vitába, van aki így látja, van aki úgy látja. 4 évvel ezelőtt elmondtam, és sajnos azt kell mondjam, hogy sajnos igazam lett. Ez nem pénzügyi kérdés, ez nem közgazdasági kérdés, itt politikai kérdésről van szó. Ezt elmondta Varga István is telefonban nekem, hogy itt egész egyszerűen látni kell azt, hogy nincs a megfelelő politikai akarat ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon. Hát ha nincs megfelelő politikai akarat, miért nincs? Azért, mert a politikusok nem akarják. Tehát akkor mi a megoldás? Olyan politikusokat kell oda juttatni, döntéspozícióba, akik akarják. Nem csak a devizahitelt megoldani, Magyarország problémáját megoldani, mert nagyon nagy a gond, akármelyik területre nézünk, Magyarország teljesen elvesztette úgy a politikai, mint gazdasági szuverenitását. De beszéljünk először a devizahitelekről, mert azért vagyunk itt. Én megmondom önöknek őszintén, hogy hol? Hajrá! Üdvözeljük a Hír TV-t, úgyis! Úgyis a tizedéből annak, amit felvesznek, a felét sem adják le, semmi baj. Én megmondom önöknek őszintén, hogy nekem kezd fogyni a türelmem a devizahitelekkel kapcsolatosan. Ezt gondolom, nekünk is. Ezt gondolom, hogy önök érzékelték a legutóbbi hangüzenetemben is, amit a minisztereknek üzentem. A pofátlanságnak ma Magyarországon már nincs határa. Aki olvasta, nem köszönöm, aki olvasta a feljelentésünknek azt a kiemelt részét, ami a nyilvánosságra tartozik, az tudhatja azt is, hogy a magyar hatóságokban teljes mértékben elveszett a bizalmunk, és itt már csak a Hágai Büntetőbíróság tehet igazságot. Ami a legborzasztóbb, hogy Magyarország olyan mélyre süllyedt újságírás szempontjából, és az emberek hozzáállása szempontjából, hogy egyszerűen nem kapták fel arra a fejüket. A reggeli sajtó, a rikkancsok nem azzal szaladgáltak Budapest utcáin, hogy a Magyarország miniszterelnökét és Magyarország legnagyobb bankját a Hágai Büntetőbíróságon feljelentették emberiesség elleni bűncselekmények elkövetésével. Egyszerűen már olyan sok feljelentéssel találkoztak a devizaadósok és mindenki más, hogy már mindenre legyintenek. Mindegy, hogy feljelentés, bírósági per bírósági ítélet, már mindenki mindenre immunis, emberek. Megcsináltunk 4 rendezvényt, békésen, törvényeket betartva, ott szemetelés nem volt, ezt önök tudják a legjobban, tisztában hagytuk ott, még az Astoria teret is, mint amikor elfoglaltuk, erre is kaptunk hideget, meleget. Én azt mondom, emberek, hogy a türelem az véges, és nálam ilyen téren véget ért. Nem tudom, hogy önök gondolkodtak-e azon. Üdvözlőjük, itt vannak a Hír TV-től, ha minden igaz, hadd mondjam be a kamerába a Hír TV-nek, hogy nem tudom, értesült-e a Hír TV arról, hogy a Hágai Büntetőbíróságon feljelentettük név szerint Orbán Viktor miniszterelnököt, Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferencet, Szász Károlyt, Pol Pétert és Csányi Sándort
valamint tovább ismeretlen személyeket, emberi egység ellen elkövetett bűncselekményeket. Ez azért úgy gondolom, hogy hírérték a javából, és ezek a tévécsatornák leadták a CÖFF-nek azt a hírét, hogy majd feljelentést fognak tenni. Tehát még nem is tettek feljelentést, de már a híradó lehozta. Mi feljelentettük név szerint ezeket a személyeket a hágai büntetőbíróságon, a római statutum értelmében, és senki erről egy betűt le nem ír, senki nem mond semmit. Mindenki hallgat. Ezek nagyon komoly dolgok, vállalva érte a felelősséget, hiszen hatóság előtt bűncselekmény elkövetésével vádolunk embereket. Tehát nagyon örülnénk, hogyha ezt a Hír TV mondjuk az esti híradóban ma lehozná, hogy a banki adósok érdekvédelmi szervezete és a haza nem eladó mozgalom a hágai büntetőbírósághoz fordult ezen bűncselekmények elkövetése folytán. Nem tudom, hogy elgondolkodtak-e önök, hogy ez a november 1-i határidő, ez miért lett november 1-e? Nem. Hát miért november 1-e? Mi lesz november 1-e után, mi fog következni? November 2-a. De miért november 1-e? Azért, emberek, teljesen biztos erről tudom, körülbelül 4 héttel ezelőtt jutott el hozzám, hogy a kormány nem mer neki menni október 23-ának ezzel a devizahitelekkel, így ahogy van. November 1-ével már ki is herélték október 23-át, mert otthon a kifosztott emberek várják, hogy na majd, ha a bankok nem javítják ki a szerződéseket, akkor majd a kormány ennyi valamit előterjeszt. De mit ért a kormány az alatt, hogy javítsák ki ezeket a hibás szerződéseket? Hogy javítsa ki? Hát hogy javíthassa ki? Hogy javítja ki azzal szemben, akit kilapoltatott? Hogy javítja ki azzal szemben, aki végtörlesztett, és ezért nem csak a saját vagyonát kutyavetyélt el, hanem a szülei vagyonát is elkutyavetyélt el. Akik kivándoroltak, akik elmenekültek az országból. Tehát azoknak hogy javítják ki a szerződést? Ez egy nesze semmi fog meg jól. Semmi több emberek, nesze semmi fogd meg jól. Arról van szó, hogy október 23-át valahogy át kellene vészelni a kormánynak, mert utána már tavasszal választások. Nem fogják. Éppen ezért a haza nem eladó mozgalom úgy döntött, hogy október 23-ára soha nem látott megmozdulást szervez. Nem lesz színpad, emberek, nem lesz színpad, viszont lesznek 3 méter hosszúságú nyéllel felszerelt zászlajaink. És az lesz a kampányunk szövege október 23-ára, hogy aki gyáva, az maradjon otthon. Ha belekényszerítenek, akkor meg fogjuk csinálni. Mert, emberek, mindenkinek annyi joga van, amennyit kiharcol magának. Semmivel sem több. Itt felmerült a másik kapunál, felmerült, hogy jó, de akkor egyeztessünk, hogy mi az, amiben megegyeznénk, mi az a minimum, amivel kiegyeznénk. Nincs minimum, és nincs maximum. Emberek, egyetlen egy dolog mellett tehetjük le a voksunkat, semmi más mellett. A magyar hatályos törvények betartása és betartatása mellett. És ha ehhez erőszakot kell alkalmaznunk, erőszakhoz fogunk folyamodni, mert a háborúk is erről szólnak. Tehát megy a politika addig, amíg a tárgyaló felek hajlandóak meghallgatni egymás érveit. Amikor egymás érvei már süket fülekre találnak, akkor jönnek a szőnyegbombázások. Egész egyszerűen, emberek, nincs másról szó. Itt az elmúlt napokban nagyon sokan
felhívtak engem, többek között ezért is, hogy itt van valami történés az Orbán házánál. Mi miért nem csinálunk semmit? Hát emberek, mi azért nagyon komoly dolgokat csináltunk, négyszer megmozdultunk ebben az évben. A hágai büntetőbírósághoz eljutatott anyag az nem kis munka, tehát abban nagyon sok ember részt vett, ügyészek is, nyugalmazott bírák is, de az oroszlán részét a banki adósok érdekvédelmi szervezetének főtitkárasszonya, a Tőiskesné Dzsupin Judit csinálta meg. Tehát ezek nagyon komoly teljesítményi munkák, amihez időre van szükség. Ettől függetlenül itt vagyunk pontosan azért, hogy a mindenki által olyannyira várt és óhajtott összefogást erősítsük. Egyben ez egy üzenet is, hogy ha bár nem mindenben értünk egyet, nem teljesen ugyanúgy gondoljuk talán a megoldást, ettől függetlenül egy minimum mellett le kell, hogy tegyük a voksot, mindannyian egy valamibe egyet kell tudjunk érteni. És itt fent elhangzott, hogy mi az a minimum. És hogy itt van mindig a vita, hogy most akkor forintosítás, a felvett összeget vissza kell fizetni kamatostul, milyen kamattal, és a többi. Emberek, rossz a megközelítés. Ez majd egy második, harmadik, negyedik, ötödik lépcső. Én úgy gondolom, de javítsanak ki, hogyha nem jól gondolom, hogy egy valamiben mindannyian egyet kell tudnunk érteni. Az, hogy végre a hatóságok kimondják azt, hogy mi történt valójában a magyar hatályos törvényeket figyelembe véve. És amikor ez ki lett mondva, akkor lehet jogkövetkezményként megállapítani azt, hogy most mennyit kell visszafizetni, ki tartozik kinek, és mennyivel. Tehát itt van a gond, hogy mindig a szarva közt keressük a tőgyét, és ott megy neki mindenki a dolognak, hogy mennyivel tartoznak az adósok. Nem! Az legyen kimondva, hogy kölcsönszerződés esetén hogyan kell eljárni kötelezően egy szolgáltatónak, hiszen mi szolgáltatókhoz fordultunk, pénzintézetekhez, és miben jártak el másképp, mint ahogy a törvény előírja. Amíg ez nem történik meg, addig nincs miről beszélni megoldásról, hiszen ennek függvénye a megoldás. És hát azt látom a tegnap esti bankszövetségi üzenetből, hogy egyáltalán nincs ennek megfélemlítve. Itt szinte úgy néz ki, hogy most ők támadtak. Tehát támadásba lendültek, és szinte fenyegetnek, hogy aki a szerződés szerinti törlesztések ellen felemeli a szavát, az szinte közveszély okoz. Ez majdnem, hogy igaz is lenne, hogy szerződés szerinti törlesztéseket nem folytatunk, de meg kell vizsgálni először azt, hogy ezek a szerződések törvény szerinten lettek-e megalkotva, és a teljesítés törvény szerint lett-e kivitelezve. Innentől ülhetünk le a tárgyalóasztalhoz, hogy hogyan tovább. De ehhez, emberek, ehhez fizikai jelenlét, nagyszámú fizikai jelenlét, és csak ismételni tudom önmagamat, anélkül nem fog menni. Miért menne? A parazitának az a dolga, hogy élősködjön. Miért ne élősködnének rajtunk, amikor azt látják, hogy egy maréknyi ember emelte fel a fejét? Miért ne? Mondjon valaki egy indokot. Jó indulatból, tisztességből, törvénytiszteletből. Hát, hogyha ez nekik meg lenne, akkor nem tartanánk itt, és a közel 4 éves kisfiam nem mondaná azt az anyjának, hogy anya, apa már megint előadást tart, vagy apa már megint oda van, apa már nincs velem. Most már úton voltunk, a barátaim, a megmondói, hogy felhívott megint a feleségem, hogy a gyerek, ahogy felébredt, az volt az első, hogy apa már megint elment. Miért kell nekünk mindannyiunknak elmenni? Hát kinek hiányzik az, hogy a ködben 6 órakor induljon Gyuláról Budapestre, hogy itt álljon Orbán Viktor házánál? Kinek hiányzik? És törvénytisztelő módon nem az a baj, emberek, hogy nem adtak igazat.
Az a baj, hogy nem adták meg a lehetőséget. Mert ennyit kértünk a köztársasági elnöktől is. Mennyi idő telt el azóta? Posta hányszor fordult volna? Köztársasági elnök hivatalosztól, se hiába mentünk oda, hogy 600 ember kíséretében, még nem válaszoltak. És csak annyit kértünk, nem megoldást, emberek, nem megoldást követeltünk. Annyit, hogy biztosítsanak lehetőséget a bizonyítékaink bemutatására. És leírtuk abban, hogy kőkemény bizonyítékaink vannak a magyar hatályos törvények. Ennyit kértünk, hogy a magyar hatályos törvényekkel szembesítsük őket, és nem adják meg a lehetőséget. Én megmondom őszintén. Én megmondom őszintén Póka Lacinak itt, én nem fogok itt egy éjszakát sem tölteni Orbán Viktor házánál, nem ellenzem, sőt jó dolog, hogy itt vannak, de itt most már akkor kell legközelebb nekünk följönni Budapestre, amikor ha kell, szétverjük őket. Ha erre nincs hajlandóság, ha erre nincs hajlandóság az emberek száma részéről, akkor nincs megoldás. Ennyire egyszerű, nincs megoldás. Visszatérve, amit az előbb elkezdtem és nem fejeztem be, hogy megkérdezték az emberek, hogy mit csináljanak? Mit csináljanak november 1-jéig? Mert hogy nem történik semmi. Megkérdezem, igen, és ott voltatok a tüntetéseinket? Hát nem volt ott. Hát mondom, akkor megmondom, hogy mit csináljál, és ezt a legőszintébben mondom. Menjenek oda mindenki, aki nem tesz semmit, és otthon reteg. Menjen oda a közértekhez, ahol az üres banános dobozokat kipakolják, gyűjtögesse össze, és kezdjen el dobozolni, mert ki lesz lakoltatva. Ez az igazság, tehát ne állítsa önmagát, ki lesznek lakoltatva. Higgyék el, olyan tragédiákkal találkozok nap mint nap emberek, ami egy embernek sok. Olyan családok, akikre öröm volt ránézni, mint a család volt. Szép feleség, szép férj, két szép gyerekkel. Soha egy hangos szó. Az ember elzüllött, az asszony külföldön van, a gyerekek itt maradtak, a házukat elvitték, az autójukat elvitték. Tönkreverték! Tönkreverték az embereket! Tönkrevertek! Úgyhogy nem tudom, hogy még van-e kérdése valakinek. Többek között ezért is eljöttem el, hogy elmondjam azt, október 23-ára az eddigiektől eltérő megmozdulást tervezünk. Tehát ennyit tudunk így előre beharangozni, az eddigiektől eltérő megmozdulást tervezünk október 23-ára, de az ott jelenlévők, akik a mi hívószavunkra jönnek, azoktól ugyanúgy megvan követelve a feltétlen fegyelem. Mert ott egyéni akciókat senki nem kezdeményezhet. Senki. Hiszen egy sereg akkor erős, ha szervezett. Hogyha ott mindenki elkezd saját szakállára akciózni, abból semmi jó nem fog kisülni. Abból lesz a forradalom. Igen. Én bízok benne, hogy ez egy olyan üzenet lesz, hogy leülnek tárgyalni. Én bízok benne, hogy ez egy olyan üzenet lesz, hogy leülnek tárgyalni, hiszen kaptunk mi hideget, meleget. Illettek minket mindenféle jelzővel, csalók, gyávák, stb. Én úgy gondolom, hogy eddigi tevékenységeink bebizonyították, hogy sem csalók, sem gyávák nem vagyunk, és nem szalmaláng életű a mi tevékenységünk. Sőt, január 15-e után én azt is elmondtam, hogy itt már nem csak devizahitelekről van szó, hanem a magyar nemzet és Magyarország sorsáról van szó. Hosszú távon gondolkodunk, és ehhez, ha kell, nem félünk erőhöz folyamodni. Ha erre van szükségük, amiután kifosztották a magyar családanyákat és családapákat, megnézzük, hogy kezet emelnek-e rá, ezt elmondtam az Asztóriánál is, nem emeltek kezet rá, hanem utána a járdáról szó szerint elraboltak engem, mert az volt, annyi különbséggel, hogy nem álltam ellen, tehát ez így történt, elvihettek volna akkor az önök jelenlétében is, akkor sem ellenkeztem volna.
akkor sem ellenkeztem volna. Most már tudom, milyen a csótányos poloskás fogda. Ha ez a sors van kiróva rám, akkor ám legyen. Október 24-én akkor vagy ott leszünk hidegen a Budapest utcáin, vagy a csótányos fogdába, vagy győzünk. Ezt tudom üzenni. Ennyi.